Jó estét kívánok! Február 18-án péntek este a Tatai Televízió napi híradóját látják. Tartsanak velünk ma este is! A Fenner Jakab emlékév első előadását tartották a várban. Környezettudatos háztartás, gyakorlati tanácsok a népfőiskola programjain. Elkezdődtek a beiskolázási programok a Kőkutiban is. Képzőművészeti pályázatra jelentkezhetnek a tatai fiatalok. 300 esztendővel később is meghatározzák a Fellner Jakab által tervezett épületek Tata arcát. Az uradalmi építőmester számos városképi jelentőségű műemlékünket jegyzi, életművével a munkássága előtt tisztelgő emlékév első programján ismerkedhettek az érdeklődők a várban. Úton a nemessé válásig, ezzel a címmel tartotta meg a Fellner emlékév nyitó előadását Stegmajer Máté, a Kunidomokos Múzeum munkatársa, egyben a Fellner Jakab közösségi oldal szakmai szerkesztője. Számos programból válogathatnak idén azok, akik a híres építőmester munkássága, élete iránt érdeklődnek, hiszen születésének 300. évfordulóját rendezvénysorozattal ünnepli a város. Köszönettel tartozunk Rigó Balázs alpolgármester úrnak, a Fellner Jakab Kulturális Egyesületnek, Kaszálné Editkének, illetve Schmidt-Meyer Richard úrnak, a múzeum igazgatójának. Ők így hárman ültek össze és találták ki tulajdonképpen részleteiben is mindazt, amit Fellner Jakab emlékévbe besűríthetünk. Köszönjük a támogatóknak is, Nemzeti Kulturális Alapnak, illetve a minisztériumnak is azt a támogatást, amit ehhez a programsorozathoz kaphatunk. Az egész ötlet abból jött, hogy egy születésnapot illik méltóan megünnepelni. Fellner Jakab olyan egyénisége volt a városnak, akit nem lehet ebből a történetből kihagyni, és nem lehet nem komolyan megemlékezni róla. És hát a legméltóbb az, hogyha egy egész esztendőn keresztül emlékezünk rá, és az ő fantasztikus tehetségére. A klasszicizáló késő barokk építészet legkiválóbb hazai mestere volt, főleg az Eszterházi grófok számára dolgozott, nem csak Tatán, jó híre megyénk határain túlra is eljutott. Országos kiterjedésben is Fellner megállta a helyét, Egerben, Veszprémben, Pápán, és még az Eszterházi uradalom számos más kisebb településén, falvakban is tevékenykedett. Többen úgy gondolják, hogy saját stílust, egy Fellneri stílust hoz létre, többen ezt a rokokónak vagy a cofnak a jegyében képzelik el, más kutatások már akár a klasszicizáló, tehát a 19. század polgárosuló elemeire utalnak vissza, így a klasszicizáló barokk kifejezést használják rá, vagy mondom, vannak olyan kutatók is, akik egyszerűen Fellneri stílusnak nevezik azt, amit ő képviselt vagy alkotott benne. Fellner abban az időben került de Tatára, amikor az Eszterházi uradalom még éppen kiépülőben van, mint a kulturális, mint az egyházi, mind a gazdasági épületek terén. Fellner viszont az alatt, a néhány évtized alatt, amíg él és itt tevékenykedik, gyakorlatilag mindent megvalósít. Fellner Jakab nevéhez kötődik többek közt az Eszterházi kastély, a Kálvária együttes, a Piarista rendház egy része és a Szent Kereszt plébánia templom, ahol kérésére helyezték örök nyugalomra. 6 eseményből álló programsorozatot indított korábban a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság a környezettudatosság jegyében. Az előadások, interaktív foglalkozások és gyakorlati tanácsok azoknak szólnak, akik szeretnék hulladékmentesebbé, természetbarátabbá tenni a mindennapi háztartást. Már a karácsonyi készülődés kapcsán is hasznos tippeket kaphattak a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság sorozatának résztvevői, amely a Környezettudatos Tata címet viseli. A résztvevők a mindennapok során egyszerűen egy kis odafigyeléssel könnyen megoldható praktikákat sajátíthatnak el az ökoszemlélet jegyében, legutóbb a mosás és foltisztítás témakörben. Ez a sorozat, ami egyébként még további 3 előadást is magába foglal, és szintén a környezettudatos háztartás vezetésről szól, ezeket az ismereteket adja át.
azzal a céllal indult el, hogy végre gyakorlati ismereteket adjunk. Ne csak prezentációkat nézzünk és ismerkedjünk meg azzal, hogy milyen CO2 kibocsátásról van szó, mi az a mitigáció, hanem megmutassuk az ideérkező érdeklődőknek, hogy hogyan tudják ők maguk egyénileg azt biztosítani, hogy minél kevesebb hulladékot termeljenek, a meglévő anyagokat újrahasznosítsák, és magában a háztartásban, otthon, a mindennapi életük során mindinkább olyan anyagokat használjanak fel, amelyek egyrészt nem egészségkárosítóak, másrészt pedig, amikor a lefolyón leengedjük őket, azok biológiailag lebomlók legyenek. Tehát ezek voltak azok a fő szempontok, amelyek alapján összeállítottuk ezt a 6 előadásból álló programsort. Na most azt tudni kell, hogy éppen azért, mert a gyakorlati megvalósítása cél, ezért úgy alkottuk meg ezt a 6 alkalmat, hogy nem csak egy előadás, ami egyébként kizárólag gyakorlati tudást ad át, mindenféle magyarázatokkal, egyszerű leírásokkal, ezt követően workshopot tartunk, ami azt jelenti, hogy amiről beszélünk, meg is valósítjuk. Például készítettünk olyan karácsonyfa díszt, ami a körülöttünk lévő anyagokból, például fenyőtobozból, meg apró kis textilekből áll, nemezből, ezt mi magunk készítettük. Most például ezen az alkalmon mosógélt fogunk készíteni, az azt jelenti, hogy a ledarált szappan, vagy lereszelt szappan és a mosószóda keverékéből állítunk el egy olyan anyagot, ami egyébként biológiailag lebomló és nagyon jó tisztító mosószer lesz. A projekt kezdeményezői szeretnék, ha a résztvevők a mindennapi háztartásba is átültetnék az itt tanultakat, ugyanakkor rendszeresen szerveznek csereprogramokat is, ahová mindenki elhozhatja az általa már nem használt apró tárgyakat, ékszereket vagy ruhadarabokat, és annak igyekeznek új gazdát találni. A leendő első osztályosok beilleszkedését segítik a Kőkuti iskola aktuális programjai. A gyerekek ma olyan kézműves délutánon vehettek részt, ahol az épülettel, osztálytermekkel és a tanítókkal ismerkedhettek. A 2022-23-as tanévben Minerva és Ökoosztályt, valamint testnevelés tagozatot is indít az intézmény. Mesehallgatással kezdődött az iskola nyitogató kézműves délután a Kőkuti általános iskolában. Az intézmény a korábbi évekhez hasonlóan a 22-23-as tanévben is 3 osztályt tervez indítani. Bár a hagyományos nyílt napot, ahol az éppen zajló oktatást is meg lehet tekinteni, most a járványügyi helyzet miatt nem rendezték meg, de kisebb létszámú játékos eseményeket tart az intézmény. Ezekkel pedig nem csak a szülők döntésében igyekeznek segítséget nyújtani, a gyerekek a tanítókkal és az iskola rendjével is megismerkednek, ami később a beilleszkedésben sokat segíthet. Nem számítunk arra, hogy mindenki el tud jönni, ugye itt főleg most, hogy ilyen a vírus miatt ilyen feltételek vannak, hogy csak a oltási kártyával, illetve igazolványa lehet bejönni, de azért mindenféleképpen számítunk arra, hogyha a gyerekeknek is, illetve a szülőknek szimpatikusak leszünk, akkor ez megkönnyíti a választást. Elsőben természetesen fontos azt, hogy melyik tagozatra szeretnének jelentkezni, de azért az a tapasztalatunk, hogy inkább tanítónénit szoktak választani a szülők is, és hát a gyerekek is befolyásolhatják a szüleiket, hogyha valamelyik tanítónéni szimpatikusabb neki. A 3 osztályban más-más szempontokat helyeznek előtérbe a mindennapi oktatás mellett. A Minerva tagozat esetében kis csoportos oktatás folyik, kiemelt szempont a tanulók tehetséggondozása. Az ökoosztály is sok éves hagyománnyal rendelkezik. Már. Itt a diákok ismereteit kihelyezett programokon is bővítik, ezek helyszíne volt már korábban az ökoturisztikai központ, vagy a fényes tanösvény, illetve a Réti 8-as tó környéke. Testnevelés tagozaton a mozogni szerető kisiskolásokat várják. Testnevelés tagozatot mindenképpen olyan kisgyereknek ajánljuk, aki mozgékony, szereti a sportot, akár már ismerkedett is a sporttal. Ovistornára jártak, ott tudtak tapasztalatot szerezni, tornateremmel ismerkedhettek, akár ovisúszáson is részt vettek, és ez úgy együtt adja azt, hogy a gyerek szereti a sportot. Azoknak, akik testnevelés tagozaton gondolkodnak, 2 lehetőségük is van részt venni a játékos képességmérésen. Ezek dátumát március 1-ére és március 8-ára tűzte ki az intézmény, az óvis csalogató programot pedig február 26-án szombaton 9 órától tartják.
Ceruzával, vízfestékkel, temperával, de akár akrillal is készülhetnek azok az alkotások, amiket az idei Ezer arcunk, ezer rajzunk pályázatra nyújthatnak be a tatai diákok. A város önkormányzata és diák önkormányzata hirdette meg a lehetőséget. A legjobbnak ítélt művek készítői nem csak tárgyjutalomban részesülnek, meghívást kapnak a 19. tehetséggondozó művészeti táborba is. 2010-ben rendezte meg először a tatai diák önkormányzat a kedvtelésből rajzoló festőiskolások munkáiból összeállított tárlatot. Az Ezer arcunk, ezer rajzunk címre hallgató kezdeményezés azóta is töretlen népszerűségnek örvend, hiszen azon már olyan fiatal tehetségek is bemutatkozhatnak, akiknek eddig nem volt módjuk, vagy épp kellő önbizalmuk kiállítani. A pályázatot idén is meghirdették, méghozzá egy új mottóval. Azt gondoltuk a diákokkal, hogy adunk neki egy mottót, mert hogy ez a rajz ez a gyakorlatilag 12-20 éves között mindenkinek szól, és adtunk egy ilyen mottót, hogy álmodtunk egy világot magunknak. Ez az Edda együttes híres dalának egy sora volt, és azt gondoltuk, hogy ez pontosan meghatározhatja azt a hihetetlen tág lehetőséget, hogy jól rajzoljanak, fessenek. Így aztán azt is tudom mondani, hogy rajzolni, festeni gyakorlatilag mindenféle technikával lehet 50x70-es maximum méretben rajzolni, festeni, és ezt április 11-ig kell a Városházára nekem beadni. Utána az a rajzoknak a sorsa, hogy a zsűri megtekinti őket, és már azt is kitaláltuk, hogy a Piarista rendházban lesz a bemutatója a sok-sok rajznak és festménynek, ami azt jelenti, hogy április 28-án délután 18 órakor fog megnyílni ez a bizonyos kiállítás a rajzokból és festményekből, és díjazni is fogjuk őket, és reményeink szerint nagyon sok művel fogunk találkozni. A legjobbnak ítélt alkotások nem csak kiállításon debütálhatnak, készítőik a fejlődésre is lehetőséget kapnak. Igen, az a 19. művészeti tábor, amire idén készül Osgyán és Zsuzsanna, és azt gondolom, hogy miután látszik, hogy a számok mögött teljesítmény és minőség van, és minden évben fantasztikus gyerekek alkotásai kerülnek itt a táborban is ki, itt erre is van lehetőség, hogy akik a legjobbak között lesznek, azok bekerülhessenek ebbe a művészeti alkotótáborba. Az E.ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRT alvállalkozója az előírt szabványnak megfelelően megkezdte Tatán is az éves kötelező hálózatok nyomvonalán történő nem kertészeti céllal gallyazó meccéseket. A munkavégzés célja az élet és a vagyonvédelem mellett a folyamatos áramszolgáltatás biztosítása. Az E.ON munkatársai a lakosság megértését és türelmét kérik, hiszen a munkálatok februárban és márciusban is zajlanak majd városszerte. Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából szervez programot. Február 25-én, pénteken 14 órakor a Magyar Passió című filmet vetítik az Est moziban. Az érdeklődők a film végén a rendezővel, Eperjes Károllyal is beszélgethetnek. A megemlékezésen beszédet mond Bencsik János, a Tatai Medence országgyűlési képviselője. Péntek esti híreink következnek egy-egy mondatban. A Fenner Jakab emlékév első előadását tartották a várban. Környezettudatos háztartás, gyakorlati tanácsok a népfőiskola programjain. Elkezdődtek a beiskolázási programok a Kőkutiban is. Képzőművészeti pályázatra jelentkezhetnek a tatai fiatalok. Köszönjük egész heti megtisztelő figyelmüket, február 18-án péntek este a Tatai Televízió napi híradója jelentkezett. Hírekkel legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket, én szép estét és kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!